Sziasztok! Mielőtt elkezdődik a videó, szerettem volna beugrani nektek és elmagyarázni, hogy mi is fog történni, ugyanis amit el fogok mondani a beköszönésnél, hogy miről fog szólni a videó, az egyáltalán nem sikerült. Elkezdtünk fürdőszobát felújítani, és minden teljesen a feje tetejére borult, úgyhogy teljesen másról fog szólni a videó, mint amit eredetileg terveztem, de nem biztos, hogy bánom egyébként, szerintem tök jó lett így is. Látni fogjátok, ahogy fel lett frissítve a hajam színe, és jönni fogtok velem a száj, illetve szem alatti karikatől is. És még egy fontos információ, aminek nem biztos, hogy örülni fogtok. Viszont az előző videóból tanulva így éreztem a legjobbnak az egészet, és a lelki békém megőrzésének az érdekében a komment részleg szándékosan van kikapcsolva, úgyhogy ha valaki nem ért egyet azokkal a döntésekkel, amit a testemmel kapcsolatban végzek, akkor ezt tartsa meg magának. Én tökéletesen jól érzem magam, gyönyörű lett az új szám. Köszönöm mindenkinek, aki ezt megjegyezte nekem Instagramon, és jó szórakozást kívánok a videóhoz! Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami szívemhez nagyon közel fog állni valószínű, ugyanis az a videó arról fog szólni, hogy hogyan készülök a 23. szülinapomra, és igazából az egész 23. életévemre. És ha őszinte akarok lenni, akkor nagyon szívesen beszélgetnék veletek, viszont fodrászhoz fogunk menni ma. 10 órára kell odaérjek, és körülbelül most kell induljak ahhoz, hogy pont odaérjek. Úgyhogy azt mondom, hogy gyorsan öltözzünk fel, és induljunk, mert nem szeretnék elkésni az első programunkról. Outfit of the day. Teljesen lazába fehér felső. Kedvenc American Eagle-ös rövid nackom és egy fehér cipő. Készen állunk indulásra, összepakolom meg gyors a pénztárcámat, meg ezeket a dolgokat, és induljunk. Megérkeztem, megyek be, hangom valamiért megy el, bentről találkozunk. És az első lépés kész, fodrász pipa. Most van még egy kis dolgom, el kell menjek Bencihez az irodába, tankolni kell, meg ilyen apróságok. Utána megyünk haza, és jöhet a következő fázis. Two days later. Na sziasztok! Amióta mondtam egyébként, hogy jövök szájat feltölteni, azóta nem jelentkeztem. És most itt vagyunk, menjünk szájat tölteni. Jött velem Zizi is, lifttel közlekedünk. Fotózni, videózni voltunk a Kopaszigáton, úgyhogy egy kicsit csapzott vagyok, de megérkeztünk, és igyekszünk nektek minél több mindent megmutatni. Egy új operatőrem van, ideiglenes. Reméljük, hogy jól fog funkcionálni. Úgyhogy menjünk fel, aztán amit lehet, azt mutatok. Miközben vágom a videót, vagyis nézem át, még be fogok ide nektek ugrálni, ugyanis látom, hogy most tartunk annál a résznél, ahol a szememet töltöttük, és ezt nem is mondtam nektek, érzéstelenítés nélkül lett ez a rész feltöltve a szememnél. Látni fogjátok majd előtte-utána képen, hogy mi is történt igazából, és képzeljétek el, hogy egyáltalán nem fájt, nagyon meglepődtem rajta, de szintes, konkrétan azt éreztem egy nagyon picit tompán, ahogy bemegy a tű, de egyáltalán nem fáj, tehát még csak egy szúnyogcsípéssel se lehet összehasonlítani, úgyhogy tök érdekes. Kezembe csak piciket fogok. Egyáltalán nem fáj. Nagyon látom, hogy viszonylag két óra a második minden, de azért is látszódik. Hát ezt imádni fogom. Na, szorunk száját, jó? És akkor mondod, hogy mennyire bírod jó, hanem akarod infekciót.
Zsipolít magába? Persze. Közéfennel okay. is érzem, mint hogy itt Okay. És akkor hagyjuk a formát, csak feszesítünk, ugye? Nem olyan rossz. Nem olyan rossz? Nem. Múltkor jobban fájt. Tehát egy picit jobban fognál peremét tölteni egy picit. Egyáltalán. Jó, nyilván érzem, de múltkor fájt rendesen. Ja. De elég erős ez a krém, ami nekünk fájt. Hát itt nagyon sok technika van, most mindenfajta technikának a kombinációja, amit én szoktam csinálni. Bírható? Teljesen ez igaz. Na úgy lehet, hogy fölülre lett 0-6, és akkor megy 0-4 alulra. Szuper! Ha valaki lemaradt volna arról a videóról, amikor megpróbáltam megcsinálni Bence álomkörmét, akkor innen egy kis betekintést tudtok nyerni, de felteszem nektek kártyára is meg tudjátok nézni. Igaz, hogy megpróbáltam megcsinálni Bence álomkörmét, viszont utána leszedtem róla a francia részt, és megmaradt nekem ez a csodaszép kék köröm, úgyhogy gondoltam, ebből is megmutatok nektek egy kis részletet. Meg is érkeztem, jöttem kontrollra, úgyhogy menjünk be, és nézzük meg, hogy mit mond a doktor úr. Azt beszéltük, hogy ide egy nagyon picit törtünk még, bocsánat, kamerához beszélek, ilyen kis fura vagyok, és megnézzük, hogy meg tudjuk-e csinálni. Ami a fejemben van. És akkor figyelj, csak beszélem. Tehát vagy arról van szó, hogy ide töltök alulra, vagy úgy, hogy ebbe a lukba töltök bele, vagy mind a kettő. Inkább ide, hogy a közepe vastagabb legyen. Jó, megtöltöm tehát, itt alul a peremét, és megnézzük hogy... úgy, jó? Igen. Szerintem ez így jó lesz. De szerintem talán ez az, amit mondtál, hogy ott van, hogy a közepén megvan a luk valamennyire, viszont nem is így előre, és figyelj meg az alja. És itt meg egy picit meg be vagyok dagadva, de azt az meg igen, el fog múlni egy kis ide. Valószínűleg, vagy megnézzük, hogy mi van, amikor teljesen állnak minden. Halló! Ja, én bejöttem a képen. Nem baj. Annyira zsibbad a szám, hogy elmondani nem tudom. Láttátok, ide töltöttünk egy nagyon-nagyon picikét a permébe, hogy pont azt a formát el tudjuk érni, amit én szerettem volna igazából. Nagyon ki van égve a fejem, és megbeszéltünk egy következő konzultáció időpontot a nózimra, ahova nem egyedül fogok jönni, de erről majd szerintem egy kicsit később beszélünk.